Kezdetben ez úgy szerveződött, hogy a egyházak képviselői is részt vettek, hogyan tudnak segíteni ebben a mozgalomban. Mi azért szeretjük ezt újra és újra megszervezni, mert a betegeknek úgy gondoljuk, hogy nyújtunk valami kis segítséget, lelki segítséget azzal, hogy értük, a küzdelem akkor is folyik, ha azt is tudomásul kell venni, hogy minden rákos beteg nem gyógyítható meg. Tehát egy bizonyos... Mennyien gyógyulnak meg? Lehet ezt tudni nagyjából? Igen, de nagyon változó. Mondok egyet, ami az én szakmámhoz a legközelebbi és közelmúlti adat, hogy egy évben a fejnyakon előforduló rákos betegek számát fölmérték az Egyesült Államokban, az 70 ezer volt, és ugyanabban az évben 30 ezer körüli, hát ezen körülbelüli szám halt meg ugyanezen régió daganataiban. Tehát ez akkor azt jelenti, hogy a halálozás valahol olyan 40% körüli összesítve a fejnyakrákokban. Nem mindenütt egyforma, sajnos a tüdőrák halálozása rosszabb, ezért is választottuk most az egyik tudományos napirendi pontnak a tüdőrákot, ami mind a férfiak, mind a nők esetében a leggyakoribb haláloknak számít, és sajnos Magyarország a férfiak halálozásában első helyen áll a tüdőrákban, a női rák halálozás pedig a harmadik helyen. Ezért ez egy fontos kérdés. Most valahol ott tartunk, hogy változna egy kicsit a rendelkezésre álló terápiás, tehát kezelési, gyógyszeres kezelési lehetőségek javulásával szükséges az, hogy a diagnosztikát is finomítani. Korábban ugye általában ráksejtről beszéltünk, és sejtszinten próbált megközelíteni az orvostudomány a gyógyítást. Ezek nem hoztak a gyógyszerek tekintetében ugrásszerű eredményt. Most arra fele tendál a dolog, hogy molekuláris szintre vinni a finomságot, és ahhoz adaptálni olyan gyógyszereket, és megkeresni a rákos sejtekben azt a bizonyos molekulát, ami érzékeny, illetve arra kell megfelelni a gyógyszert. Tehát ez egy molekuláris patológiát, diagnosztikát is igényel, hogy ez működhessen. Ma ennek valahogy a küszöbén tartunk, vannak ilyen próbálkozások, tehát ezeket mind elmondanánk ezeken a napokon, és hát nagy örömmel és hálával tartozunk, vesszük és hálával tartozunk a sajtó, a rádió, tehát egyáltalán a média munkatársainak, akik ezt közvetítik, a betegek, a hozzátartozók és a nagy közönség felé, hogy van rákos betegség, azoknak azt kell mondom azért a nagyobb részét meg tudjuk gyógyítani, tehát több mint 50% az összbetegeknek meggyógyul a rákból, meggyógyítható.